Szíven szúrt ország címmel ma este a Veszprém arénában kerül bemutatásra. Itt mondjak egy szomorú, kegyetlen film. Tisztelte köszöntöm az édesapát, Petre Kozma urat, Lukács János úr segít, aki egyébként Marian Kozma ide igazolásában is közreműködött, és hát a producert Államista Gábor. Mindenek előtt egy részletet bejátszunk a filmből, amelyről annyit kell elmondanom, hogy művészek elevenítik meg, hogy mi történt. Joace la Barcelona. Deci băiatul meu chiar este fan Barcelona. Dar uitați-vă voi, oameni dragi, că Barcelona a venit să-l cheme. El a ales în continuare Veszprém. Și atunci când nu a ales Barcelona, m-a sunat și vă spun la toți că s-a întâmplat chiar pe data 2 septembrie de ziua lui anul trecut. Și m-a sunat și mi-a spus: tasule, ești dezamăgit că n-am semnat cu Barcelona? Și mi-a spus răspunsul pe care el de fapt îl știe și toți cu restul copiilor mei: eu nu o să fiu niciodată dezamăgit de ceea ce vei face. Édesapa volt, hogy elfordította a fejét, volt, hogy nézte. Nesztronból putacit. Észrevette, hogy mi se vagyunk képesek végignézni ezeket a jeleneteket. Nem látta még a filmet? Nem. Ábor, senki nem látta, ugye? Nem látta még senki. Én azt gondolom, hogy ilyesmi a filmet látunk, tehát nehéz, tehát még mindig nehéz. Nekem is, pedig én azért már láttam ezeket a jeleneteket külön-külön nagyon sokszor, és még mindig nehéz megnézni újra ezt az egészet. A Veszprém arénában lesz a díszbemutató, 7 órakor a mai nap. Századrendű, de gondolom minden jegy elkelt a hírek szerint. Igen, 5000 nézőre számítanak. Millió aspektusa van ennek a filmnek, ugye a legkevésbé szándékunk, hogy Kozma úr sebeit feltépjük. Mi az ön szándék? Hogy ez az értelmetlen halál ne felejtődjék el, és hogy egyszerűen tanuljon abból ez a közvélemény, hogy nincs itt rend, nem jól mennek a dolgok, tegyünk érte valamit közösen, hogy változzon meg, hogy legyenek olyan büntetések, amik elrettentik az ilyen eseményeket, elkövetőket a következőktől. Tehát itt nagyon sok kérdés merül fel ebbe, amire válaszokat kell kerestünk és kell kapnunk. Tehát ez lehetetlen, hogy itt most már szinte heti rendszerességgel mészárolnak meg embereket. Tehát ami történik, az egyszerűen brutális. Na most meghal ez a nagyszerű fiatal ember, akinek a halála teljesen értelmetlen, érthetetlen. És ez nálam az utolsó csepp volt a pohárba. Ismertem, tiszteltem, szerettem ezt a csapatot is, nagyon szerettem ez a csapat, ahogy viselkedett ezek után, és ahogy mikor én a édesapját akkor megvettem este Veszprémbe, akinek a kezébe. Én megkérdeztem tőle egyszer, hogy tudod, hogy mi volt a kezedben, hogy te, amikor 8000 ember előtt azt mondtad, hogy legyen béke, és te csak az elkövetőkre haragszol, és a magyarokat szereted, hogy te abban mit tettél, tehát több évtizedet húzta össze, amit politikusoknak nem sikerült, és akkor én azt mondtam, hogy ennek a fiúnak emléket kell állítani, az édesapjának
emléket kell állítani, amilyen nagyszerűen viselkedik a csapatnak, és nem mellékesen meg kell próbálnunk objektíven rögzíteni ezeket a tényeket, mielőtt teljesen elferdítésre kerülnek. Tehát ez egy emlékfilm, vagy ez egy úgymond egy kiáltás, egy követelés? Mert nem tudom, hogy itt említette, hogy feltárja a történteket, hogy már van konklúzió? Tehát önök többet tudnak, mint a rendőrség, amit nyilvánosan hozott? Én nem tudom, mennyit tud a rendőrség, és nem akarjuk mi az igazságszolgáltatást megelőzni. Gondolom a rendőrségnek, az ügyészségnek van egy menete, ahogy ő dolgozik, amilyen ütemben és amilyen gyorsasággal dolgozik. Mi a rendelkezésünkre álló dokumentumok, amit föllelhető volt beszélgetések, szemtanúk elbeszélései alapján rekonstruáltuk az esetet, ahogy ma tudjuk, hogy szerintünk így történt, azt próbáljuk megmutatni. Semmi olyat nem tettünk bele, ami nem, szerintünk nem bizonyítható, nem úgy történt, tehát mi ezt a tényt rögzítettük. De közelebb hozzá az igazsághoz, mert említette Gábor, hogy emlékezni kell erre a sportolóra, és láttatni, hogy mivel állom a szemben, hogy milyen a mai sajnos magyar valóság, bár remélem ebben nem lehet azért általánosítani, de hogy mik fordulhatnak elő. De ugyanakkor ez az ügy, ez még bonyolódik, tehát ez még nem tiszta a kép, tehát ez emlék, vagy probléma feltáró. Nem lehet elválasztani. Tehát ez az esemény kapcsán, ami történt, ebben megpróbáljuk egy kicsit a közvéleménynek az leszondázni, a közvélemény mit gondol, megpróbáljuk nagyon széles spektrumban emérni a közélet szereplői mit gondolnak erről az eseményről. Tehát itt kap, politikus nagyon kevés szerepet kap ebben az esetben. Egy politikus, egy Európai Parlamenti képviselő, ezért politikus szólal meg, de azon kívül aktív politikus nem. Mi a 85 perc? Ugye 85 perc? Igen, hát ebből, tehát van egy animációs része, ami egészen konkrétan magyarázza szerintünk, ahogy történt a dolog. Aztán van ugye egy eljátszott része, amiből itt láttunk részleteket, ami ennél azért jóval több, azon kívül sok interjú. Megszólalnak a szereplők? Tehát szereplők beszélnek, eljátszák? Igen, a játékosok is megszólalnak. Tánc? Igen. Ahogy szerintünk történt, az itt le van modellezve egészen pontosan. És hát ugye rengeteg interjú, rengeteg olyan dokumentum elem, ami történt a csapattal a esemény után, hogy ez a csapat fölállt, ahogy a Bajnokok Ligájába menetelt, ahogy utána érte ezt a nem szokványos életét, ahogy ezt a Mocsai Lajos összerakta ezt a csapatot, ahogy a Csoknői összerakta, ahogy megjött a Petre, és ugye az ember azt gondolja, hogy ez a 15 fiúnak oda kell menni erőt adni, és azért az ember is, hogy ad erőt ennek a 15 gyereknek, vagy 16-nak, tehát egészen fantasztikus dolgok vannak benne, ami én tényleg azt gondolom, hogy szívszorítóvá teszi ezt a történetet. És nagyon érdekes mondatok fognak elhangzani, ami szerintem nagyon sokat fogunk erről péntektől beszélni, hogy ebben a filmben milyen mondatok hangozhatnak el. És egy kicsit az is a szerep, hogy váltson vitát, gerjeszten ez vitát beszéljünk. Igen, beszéljünk problémákról, amik vannak, ne csak söpörjük a szőnyeg alá, és akkor egy valamilyen ítélettel zárjuk le az ügyet, mert akkor ez holnap után ugyanúgy megtörténhet bárkivel, bárhol. Ez annyira sajátos ez a helyzet, hogy aztán nem állok el titkot, hogy Gábor felajánlotta, hogy elhozza, és ki nem boldog, a Oroszlán Szonyát, Sányi Sándor, Capko Antal, tehát a szereplőket, és lehet, hogy én Idrok Csabá, hagyna soroljam, mert csak kifelejtek, hogy hány művész Szabó Simont, és így tovább felsorakozott ebben a filmben, és azt mondtam, hogy ne hozza, mert itt nem a művészi énjükre. Mondom, lehet, hogy nagyon nagyot hibáztam, lennénk kíváncsiak, hanem még mindig a tanulságokra, a történtekre, Kozma úrra, az érzéseire, ennek a tragédiának a részleteire, és most nem a művészi megjelenítés. Nagy tisztelettel köszönöm is egyébként. Pedig szóval ön mondta, hogy hozzá, igen, álljon, hogy segítsen, ugye, de én is azt gondolom, hogy nem erről szól a film, és a szereplők is azt gondolják, nem erről szól a film, tehát ők is, amikor ezt eljátszották, és ugye volt egy olyan jelenet, mikor az édesapja megjelent a forgatás helyszínén, a életem egyik legmeglázóbb pillanata volt, mikor éppen leszúrják a fiát. Hát akkor jött, mikor akkor jött, hogy pont a jelenet volt. Véletlenül, vagy véletlenül? Hát megbeszéltük, hogy lejött, és amikor kiment, ott egy 70 fős táb zokogott, amit tényleg nehéz megállni anélkül, tehát olyan együttérzés van, én azt gondolom, az emberekben ezután az ügy iránt, és ahogy ő viselkedett. Kozmónak óriási szerepe van abban, hogy annak ellenére, hogy Gábor elmondta, hogy ez vérlázító, hogy fel kell a közvélemény, hogy mondjam, hogy óvatos legyek, hogy szítani, hergetni,